A láthatatlan gyilkos címmel forgat nagyjátékfilmet Semmelweis Ignácról Koltai Lajos rendező, operatőr. Magyar rendező először 1939-ben készített mozgóképet az anyák megmentőjéről. Most ebből nézzünk meg egy rövid részletet. Megváltam! A szülészeti klinikán négyszer annyi asszony van nekik a várbaképzőben. Miért? Mert csak az orvosok és a medikusok konzolnak. A ponctani óra 10-től 11-ig tart. Utána a medikusok azonnal átmennek a szülészeti osztályra, és hullamérektől megfertőzött kezükkel sorra vizsgálják a vérző asszonyokat. Kolecska tanár kezét boncolás közben megsértett egy medikus. Szegény ő is úgy halt el, mint a többi szerencsétlen asszony. A hullaméreg öl! Professzor úr! Rakitanszki! A gyermek ágyi láz oka nem ragályos betegség, hanem vérmérgezés. A fertőző kezet meg kell tisztítani. Köszönjük a stúdióban Koltai Lajost, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas operatőrt rendezett. Jó estét kívánunk, szervusz! Jó estét! Itt a stúdió beszélgetés előtt már beszélgettünk róla, hogy rengeteg hősünk van, politikai, katonai, Semmelweis egy társadalmi hősünk, az anyák megmentője, egy hungarikum. Készült már róla film, miért kell róla megint filmet csinálni? Mindenkiről filmet kell csinálni, aki valami nagyon nagy dolgot lépett ebbe az életbe, és ő egy nagyon nagy dolgot lépett ebbe az életbe, mert nagyon későn fedeztek fel, hogy tulajdonképpen milyen súlya van. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindig föl kell, ezek a fiúk, a magyarok, a maiak nem fogják megnézni ezeket a filmek, amit most néztünk részletben, biztos, hogy ezt a filmet nem látták. Na ezért, igen. Ez teljesen véletlen, hogy látták. Aztán van 52-ből is egy film, amit én láttam gyerekkoromban, és emlékszem, hogy megmaradt bennem. Igen. Az az erő, ahogy amikor a felfedezéshez ér, és annak volt egy ilyen heroikus, úgy volt ábrázolva a filmben, hogy még bennem is megmaradt, mint gyerekben, hogy itt valami nagy dolog történt. Igen, szagolgatta a kezét mindegyik. Tessék? Itt is ebben is szagolgatja a kezét, van hát egy persze, jelen, mert keresi, hogy mi mulasztja el a szagot. Az történt ugyanis, hogy ez egy hatalmas bécsi klinika volt, az Allgemeine Krankenhaus, ezen belül voltak ilyen szülészeti osztályok, kicsi, nagyon kis része volt ennek a nagynak, és ezen belül volt egy osztály, aminek ez a Klein nevű ember volt a vezető, ami nagyon fontos szerep a filmben, egy létező figura, ahova került a Semmelweis, mint tanársegéd. Minden más orvos körülötte szinte csak izek volt. Még épp, hogy kijöttek az egyetemről, és mindenki orvostan hallgatók voltak. És ezek 29 éves, amikor történik az, és senki nem tudja, hogy akkor történt ez az egész őrület, amit hogy végigcsinált. És kérdezted azt is tőlem, hogy miért kell filmet csinálni, ez a válaszom még arra az, hogy azért kell filmet csinálni, mert azt az uta, ahogy ő az útját végigjárta, ahol a kitartás, az elszántság, az elhivatottság, minden jelen van, ezek azok a követendő magatartás példák, amiből szerintem alig van már. Hogy valaki kitalál valamit az útján, és fölfedezi azt, hogy itt valami olyan van, aminek utána kell menni. Ezért ők boncoltak, az egész kórházban csak ők boncoltak. Ők sebészként is végeztek, igen. És ők mertek hozzányúlni, mert ugyanis mi érdekelte őket, hogy mi az oka. És ezért a Semmelweis tudta be a vezető, aki ment, és opera, és ott maradt a kezükön. Igen. Az a bizonyos méreg, amitől nem tudtak megszabadulni. De közben csinálták tovább, és mentek a szülőanyák. Ez kiderült egy csomó dráma, hogy az az orvos, aki a leginkább támadja őt, a főnöke, az rájön később, hogy lehet, hogy ő okozta a saját lányának a halálát, mert nem tudta addig, amíg a Semmelweis be nem bizonyítja, hogy itt mit történik. Dráma. És ha valaki így megy az útján, és ebben megszállottan megy, az egy olyan út, amit meg kell mutatni, és példaként is meg kell mutatni, hogy milyen az, ha valaki eltökélten megy az útján, amit mindenki gyűlöl. Akkor is, ha mindenki ellened van, az egész világ tulajdonképpen. Erről van szó. És addig, hogy aztán végül bezárnak egy elmegyógyintézetbe, és ilyen. Mi odáig nem jutunk el, ez a filmnek akkor van vége, amikor visszajön Bécsből Magyarországra, és bekül a Rókus kórházba. Ugye elhangzott már nagyon sok minden Semmelweis Ignácról, a kitartás, az elszántság, megszállottság. Milyen személyiség volt ő még ezen túl? Ez érdekes dolog, mert rettenetes ember volt, mint kiderült, mindenki azt mondja róla, hogy elviselhetetlen volt, különösen a nővérek, akik mellette voltak. Állítólag, épp azt én pont tegnap hallottam egy szakértőtől, aki jött nekünk segíteni, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag a nővéreket semmibe vették. Szóval annyira, hogy úgy is beszéltek velük, hogy nos, ő is megengedte magának néha, de csak akkor, ha temperamentuma szerint olyan fokra jutott, mert mindenbe követ, állandóan követelt, megállás nélkül mindenkivel kiabált, hogy csinálja a dolgát. És kellemes lehetett vele dolgozni. Létezett, és kiderültek ezek, most mondták, hogy nem volt folyóvíz, a kórházban volt valahol egy kút,
a kórház udvarán, és onnan kellett behozni, de ott aztán már nem volt folyóvíz. Tehát állandóan mindenki is, mintha nem volt más módszer, igazán gyógyszerezés nem volt. Nagyon az elején járt az orvostudomány, hát 1847-ben vagyunk, hanem állandóan csak a hűtés, a borogatás. Állandóan zavartak mindenkit, hogy hozzon hidegvizes borogatást, mert ugye mindenki lázas volt. Uh-huh. Ez volt a gyermekágyi, attól volt a nagy probléma, hogy nem tudták lenyomni. És akkor kezdett ő kutatni, hogy mi a fene van itt, hogy ez állandóan, és akkor kérdezett, hogy van egy bábaképző, mert egyébként bábaképzés az nagyobb volt, mint az orvosképzés, mert otthon szülés volt még a divat. Abszolút. Nem mentek kórházba, nem voltak kórház gyerekek. Hát ez még nagyon, az 50-es években is így nagyon volt. Alja. Azt mondták, hogy a kifejezetten rossz állapotú emberek, igen, és szinte majdnem az utcán élő emberek mentek kórházba, mert a többiek meg tudták fizetni azt, hogy a bába oda menjen, esetleg orvossal együtt, ami még több. Igen, az orvos az hogyan született meg a filmnek az ötlete, és milyen a forgatókönyv? A forgatókönyv az remek, úgy született meg, hogy engem megkeresett Lajos Tamás producer, és azt mondta, hogy van itt egy forgatókönyv, és most már rendezőre van szükségünk, hogy elolvasnád el a könyvet, mert ha tovább lépünk, most már fejlesztésben, oda már rendező kell, ez a normális folyamatnál. Úgyhogy végül is akkor kerestek meg, elolvastam, és egy elképesztő könyvvel találkoztam, azt kell mondjam, hogy úgy van meg, én nagyon-nagyon sokáig csináltam amerikai filmeket, és azon edződtem az amerikai forgatókönyvet, és ott is egy rengeteg nagyon rossz könyv van, és nem, hogy a dialógus írás volt mindig a legnagyobb gond egyébként nálunk. És ez a dolog, ez meg van írva, szépen a dialógusok is jók, egy Maruszki Balázs, meg a Goda Kriszta kezdte valamikor ezt fejleszteni, de a Maruszki Balázs fejezte be, és kaptam hozzá két, mert ugye a nagyon nehéz az, hogy ki lesz majd a hordozó, ki fogja ezt a történetet hordozni, és hogy fogjuk átadni. És a szemlővesz, hogy mindenféle kép van, különösen minket látunk itt, ott, egyáltalán nem fog rá hasonlítani, ugye még soha nem akartam, hogy hasonlítson valaki rá, de néztem a másik ábrázolásokban is, kivéve egy-két magyar, amerikaiak is megcsinálták ezt a történetet, soha igazán nem hasonlított az igazi szemlővesre, nem azt keresték, hanem inkább egy varázslatos figurát keres az ember, aki majd tudja közvetíteni a történetet. Én is, és most megvan a Becsei H. Mikilett, ő lett a Semmelweis, és a Nagy Katica, aki nagyon fontos szerepet fog mellette játszani, mint nurse, és hát kapcsolatba is kerülnek a film alatt. Két olyan ember, akikben most én hiszek, és az a lényeg, hogy én higgyem azt, hogy én velük el tudom érni, hogy közvetítő képesek legyünk, hogy el tudjuk jutatni majd ezt a gyönyörű és nagyon erős történetet. Csak hogy milyen furcsa az élet, ma olvastam az egyik hírportálon, hogy egy nagyon híres színész ő írt egy darabot, és Bristolban bemutatták Semmelweis Ignác címmel. Igen. Amiben tánc, zene és minden van, de természetesen nem musical. Őt egyébként külföldön is tényleg jó ismerik. Igen, tehát hogy valaki egy olyan figuráról beszélgetünk, ami, ahogy fogalmaztam, aki nekünk nagyon-nagyon fontos, és a világnak is nagyon fontos. Hát ez, én is azt mondom, hogy nem csak a Puskásról kell beszélni, aki a nagy tisztelettel beszélek én, de hát a Semmelweiset, ha említik a világ, ugyanúgy is meg, mint a Puskás nevét. Csak ezt eddig nem fejeztük fel. Hogyha igazi nagy, úgymond történelmi filmet kell csinálni, ugye mindig szándékunkban áll, hogy történelmi nagyságokról kell filmet csinálni, hogy hat tanulják meg, hát a Semmelweis, az biztos, hogy az első helyen van. Mi az, amikor elkezdődik a forgatás, mikorra lesz kész? És még már július 18-án kezdünk forgatni, még a szereposztásnál, tulajdonképpen megvagyok a szereposztásra, csak ugye a színészek, ha itt legy belőlük, a színészekkel nagyon sok rettenetes, amikor megjelennek a listáikkal, hogy kivel kell őket egyeztetni. Hát az lehetne. És nekünk is van egy bizony 55 napunk van, ami nagyon nagy, és hogy ott mit kell sakkozni, hogyha annak is jó legyen, meg annak is, meg hát ez valami, ebbe vagyunk most, ez a legrosszabb állapot egyébként, de úgy néz ki, hogy mindenki a helyére kerül, és egy nagyon szép szereposztásunk van. És a jövőre még kérdezte azt is, hogy hát az jövő. Jövő. Hát ez befejezem az év végéig talán, és akkor jövő. Mire lesz kihegyezve az egész történet? A Semmelweis megszállottságán és elhivatott céltudatos küldetéstudatán. Azt, hogy az ember azt is elfogadja, hogyha az ember ilyen, mert hogy ő azt mondják, hogy rettenetes volt, pedig otthonról nagyon jó neveltet, és kapott, az kifejezetten jól, de hát abban a pillanatban, ha nem az ügyet szolgáló dolog történt, amit ő meg akar fejteni, abban a pillanatban elvesztette a temperamentuma szerint. De fontosabb volt neki az neki, ügy. Akár falnak szorított valakit, ez meg a filmben is van ilyen egyébként, hogy neki ment akárbár, hogy csak azon az úton volt, ha mondom, menni, és hogy tessék végre. Mert ugyanis minden így van a filmcsinálás is egyébként. De az ilyen emberektől mozdul a világ. Hát persze, és azért kell megmutatni, ami a kérdésed volt az elején. Ezért kell megmutatni, olyan példákat mutatni, hogy lehet, vagy lehetett, mindegy, ez példa ma is, ugyanolyan példa. Ki lesz az operatőr? Nagy András. Nagy András. Nagy András, akivel kialakult itt az évek alatt egy nagyon jó
nagyon jó viszony, mert a Szabó, még a Kamondi filmben voltunk együtt, ahol én ilyen producer-szerűség volt, mert a Kamondi a tanítványom volt, és az Zoli kérte, hogy legyek mellette, ő úgy érzi, hogy nem tudja megcsinálni, csak ott vagyok mellette, ez nagyon szépen működött, és az Nagy Andis ott volt, ott már összebarátkozunk, és aztán a zárójelentésben a Szabó filmben oda jött nekem segíteni, és a digitális dolgokban én igazán filmer, operáló filmes vagyok, de most már rászoktunk erre a digitális technikára, és most már úgy tudjuk használni, hogy nem nagyon lehet különbséget tenni, és ebben nagyszerű. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, kíváncsian várjuk a filmet. Köszönjük.